Tűz ütött ki egy 4 emeletes társasház első emeleti erkélyén Szolnokon a Mátyás Király úton. 1 négyzetméteren különféle használati tárgyak égtek. A tűz okozója vélelmezhetően dohányzás, egy fentebbi emeletről lehulló cigarettacsik idézhette elő a bajt. Felháborítónak tartom, tehát valahogy az emberi viselkedést kellene tanítani már az általános iskolába, a viselkedés kultúrát. Ennek nem lenne szabad előfordulnia. Tehát a felelőtlenséget harcolni kell ellene, meg mindenkinek úgy a kötelesség, ahol tudja, ott mondja. Én rászolok a fiatalokra is, hogyha úgy látom, hogy nem úgy viselkednek, vagy buszon, vagy utcán, és eddig még senki nem mert visszaszólni. Úgyhogy csak reménykedem, hogy jobb lesz a világ, nem rosszabb. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a lángokat, a tűz így nem terjedt tovább. Én nem dobálom a csekket, mert én nem cigarettázom. A másik meg hát drasztikusan mondja, elég barom, aki ilyet csinál. Hát nem. Hát előválja már alatt a kélyekre. Az épület kiürítésére nem volt szükség, mivel a füst nem jutott be sem a lakásokba, sem a lépcsőházba, tudtuk meg a Jászhegyszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatójából.